Kango jumps. Sokan nem tudják, mit is takar ez a kifejezés. Ez egy olyan mozgásforma, ami világszerte elterjedt, és rengetegen felfedezték, mennyire szórakoztató, miközben az alakjuk és az állóképességük is javul általa. Mivel a kengó cipőben végzett mozgás több kalóriát éget el, mintha ugyanazokat a mozdulatokat normál sportcipőben végeznénk, ezért a kengóval 25%-kal több energiát használunk fel, mint a normál aerobik közben. Az elsőre furának tűnő lábbelén a túlsúlyosoknak és az ízületi problémákkal küzdködőknek is ajánlott, ugyanis az ilyen cipőben végzett gyakorlatok nem terhelik az ízületeket. A cipő a terhelés több mint 80%-át elnyeli. Nagyon érdekelt, hogy milyen is ez a mozgásforma. Izgalmasnak éreztem, úgyhogy belevágtam. Nehéz egyébként? Hát eleinte igen, nehéz volt, de ugye fejleszti az állóképességet, és így egyre. Tehát minél többet jár az ember, ugye annál jobb. Azért az ember nem csak azért sportol, mert annyira jó meg egészséges, hanem miért is még? Formálódunk is. Én egy év alatt több mint 10 kilót fogytam az a mozgásformával. Mióta jársz erre a kengóra? Hát most már másfél éve. Miért kezdtél járni? Hát igazából a mozgás miatt, ugye amikor gyerekem megszületett, akkor maradt egy kis plusz súly is, meg úgy igazából az agyamnak van erre szüksége. A társaság miatt legfőképp, meg a mozgás miatt. Előtte hallottál már erről a kengóról? Nem, nem. Az állóképességem az mindenképp szerintem nőtt, meg Evelyn szerint az izomzat. Így a súlyomon is látszik valami, mondjuk az nem olyan jelentős, de én nagyon szeretem. Itt zombán 2018. júniusában kezdtünk, most már másfél éve. Akkor az első órán olyan 40 ember volt, akkor még csak 15-20 cipővel dolgoztam, úgyhogy egymás után két óránk is volt. Aztán évvégére, idén évelejére elég sok mindenki szerzett be saját cipőt, plusz júniusban egy pályázat keretéből kaptunk az önkormányzattól is 20 párat, úgyhogy most már szerdánként csak egy óra van, az 25-30 emberre, és péntekenként van még egy az iskolában, az is 15-20 emberre. Azt gondolom, hogy elég kevés lehetőség van itt a faluban, ahova el tud menni ez a korosztály, akik ide járnak, főként ilyen 30-45 év körüli közötti nők, és szerintem aki a zenét szereti, meg ezeket a mozgásformákat szereti, az szívesen jön ide. Ez egy aerobik alapú csoportos mozgásforma, ami zenére történik. Egy különleges cipő van ugye a lábunkon, ami véd a becsapódástól, ezáltal óvja a gerincet, a térdet és az ízületeket. Hatékony alakformáló, emellett növeli az állóképességet, az izomerőt és az egyensúlyérzéket is javítja. Úgy gondolom, hogy itt a szokás ugye gyerekeknél egy megszokást hoz, hogyha már kiskortól járunk, ugyanígy, ahogy elmondtam, ugye fejleszti a állóképességet, az egyensúlyérzéket, plusz ugye egy társaságban vannak, itt a társasági létet, viselkedést is megtanulják. Megy egyből a kezdetek óta egy pályázat. Ez az önkormányzat pályázata, amin belül kaptuk a 20 pár cipőt is. Ezen kívül anyagköltségből kaptunk trikókat és zoknikat is, valamint például úti költségpénz is van, amit programokra tudtunk elhasználni. Voltunk 2018-ban Horvátországba táborba, idén tavasszal Pécsen egy fesztiválon, most októberben Siófokon, és decemberben lesz még egy rendezvényünk Tevelen, egy nagy évzáró parti, amire mindenkit szeretettel várunk. A kengó az izomerőn túl fejleszti az ízületi mozgékonyságunkat, koordinációs képességeinket, állóképességünket, ritmusérzékünket és dinamikus mozgásunkat is.